A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 18-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban két beszámolóban is színházzal foglalkozunk, majd néptánc és irodalom szerepel kínálatunkban. Tartsanak velünk! Aranyjáték címmel tartott bemutatót a város diáksága az Atlantis program keretében a Vörösmarty Színházban. A programhoz idén 14 iskolai csoport, 300 diákja csatlakozott. Ötletes megoldásokat láthatott a közönség az egyes Arany János balladák feldolgozására hétfő este. Az Aranyjáték című produkcióból kiderült, hányféleképpen jelenik meg a halál, az elmúlás, a szerelem, az őrület, a szabadság és a hűség a színpadon. Az Atlantis program első előadását 2015-ben láthatta a fehérvári közönség a Vörösmarty Színházban. E művészeti nevelési program célja, hogy közelebb hozza a színházat a gyerekekhez. Az elmúlt években így játszhatta el több ezer diák a Ludas Matyit, Arany János Toldi című elbeszélő költeményét, valamint az Odüsszeiát is. Most Arany János balladáin volt a sor. Nagyon-nagyon érződik a lendület. Én, nekem ez az év legstresszesebb és legkeményebb időszaka, amikor az Atlantis előadásra készülünk, de mégis egy olyan adrenalin bomba, egy olyan, ma van a boldogságvilágnapja, egy olyan boldogságadag, amit ezektől a gyerekektől kapok, hogy azt érzem, hogy a következő próba folyamatig én ebből élek. Visszaadják a hitem a jövőben, a színházban, és abban, hogy ez iszonyú fontos, amit csinálunk. Elképesztően gyönyörűen dolgoznak. Ugye mai napon, illetve hétfőn, illetve kedden lesz ebből előadás. Most nem tudom, a tervek szerint van-e olyan, hogy ebből a későbbiekben is láthatnak majd adott esetben Fehérváron részleteket, vagy egészben az egészet? Hát lehet, hogy lesznek csoportok, akik különböző eseményeken még be tudják mutatni a kis jeleneteiket, de itt most ezt a két előadást tervezzük. Hát az idén a bezárás miatt annyira nehéz az előadásainknak, a bérleteinknek a kijátszása, hogy nem is tudtunk volna többet műsorra tűzni. Mindezt a hétfői előadások alapján a zsűri is így látta. A produkciók alatt fogalmazódott meg ugyanis az ötlet bennük, a diákok megérdemlik, hogy mostantól ne csak az Atlantis programokon bizonyíthassanak, hanem a Vörösmarty Színház következő évadától kezdve évközben is. Az eredmény hirdetésen ugyanis bejelentették, megalapítják a Vörösmarty Diák Színpadot Székesfehérváron. Úgy éreztük, hogy az elmúlt években egy igazi mozgalom alakult az Atlantis program, de számos más olyan helye is a városnak, ahol diák színjátszást csinálnak, és ezzel foglalkoznak. Nyilván ez tanárok, elkötelezett pedagógusok nélkül nem menne, és tehetséges diákok nélkül sem menne. Évről évre ők itt a Vörösmarty Színházban is egy este megmutathatták magukat. Most arra szeretnénk alkalmat adni nekik, hogy bérletes előadásként 20-22-24 előadás legyen az övék a következő évattól. Magyarul megalapítottuk a székesfehérvári Vörösmarty Diák Színpadot, gyakorlatilag a színházon belül egy diáktársulatot, és ez a diáktársulat évről évre persze egy kicsit mindig változni fog. Szikora János úgy fogalmazott, színház történeti pillanatnak lehetnek tanúi a hétfő este résztvevői. A Városi Teátrum igazgatója elmondta, a tervek szerint az Atlantis program előadását követően alakul egy kreatív csapat a diák színjátszók pedagógusaiból, akik a színház által kiválasztott darabra a város ifjú színjátszói közül válogatják ki a szereplőket. Majd színre viszik az előadást, mely a következő évattól két diákbérletbe is bekerül majd. Színház alapításon még nem voltam jelen. Tehát a mai este pedig tényleg a szó
nem túlzás értelmében egy történelmi pillanat volt, mert egy színház alakult, egy színház a színházban, egy társulat a társulatban, és ez a Vörösmarty Diák Színpad, ami tulajdonképpen egy virtuális társulat, hiszen évről évre megváltozik majd az összetétele, mindig megváltozik az a színdarab, amit a színház műsorára tűz, de műsorára tűz, és játszani fog a diákoknak. Ilyen színház a színházban tudomásom szerint nem létezik, nem létezett eddig a pillanatig, és ez egy fantasztikus és felemelő pillanat a számomra, hogy ezek részese lehetek. Magának a működése, az egésznek az hogy van kitalálva, hogy ez egy intézmény az intézményen belül, de milyen keretek között fog majd ez működni, ez mennyire tudatlan? Cseppet sincs kitalálva, csak megszületett. Tehát most a születés pillanatában van, tehát olyan, hogy a kezembe fogok egy újszülöttet, és azt kérdezem, hogy na és mi lesz a... Hova, melyik iskolába fog járni, vagy melyik egyetemre fogod beíratni? Mit tudom én? Tehát ebben a pillanatban ilyen részleteket még nem tudok, de az elkövetkezendő napoknak, heteknek lesz ez tulajdonképpen a feladata. Nagyon különös egyébként, mert az, hogy ez ma megalakul, ez nem volt megbeszélve, ez nem volt kitalálva. Ez ma nézve ezeket a gyerekeket, nézve ezt a teljesítményt, fogalmazódott meg polgármester úrban ez az elképzelés, én pedig színházigazgatóként azonnal rácsaptam, hiszen ez egy fantasztikus lehetőség. És tényleg ez egy pillanat alatt született meg, és bízom benne, hogy megszülni könnyebb volt, fölnevelni majd nehezebb lesz, de nagyon sokáig fog élni. A színház alapításon felül az esten az is kiderült, Székesfehérvár önkormányzata minden produkciót 100-100 000 forinttal jutalmaz. Az esten a felkészítő pedagógusok munkáját köszönte meg Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja, az Atlantis zsűri tagja és Török Szabolcs is. Mint a tankerületi központ vezetője fogalmazott, az irodalom, a művészet, a színház soha nem fog elmúlni. Ennek azok a pedagógusok a biztosítékai, akik felkészítették erre a hétfői estére a gyermekeket, hitet adva ezzel nekik és a nézőknek egyaránt. A lelkem az örven minden Atlantis előadáson, ugyanis ilyenkor egy kicsit a hivatalnoki kormánytisztviselői szerepből ki tudok lépni, és újra magyar tanár leszek, és újra tudok emlékezni arra, amikor én csináltam diákszínpadot annak idején gimnáziumban. A kolléganő is itt volt felkészítő tanárként, akivel együtt csináltunk annak idején diákszínjátszókört a gimnáziumban, és azt gondolom, amit hangsúlyoztam pedagógus kollégáknak is, és nem győzöm megköszönni azoknak a kollégáknak, akik hitet adnak nekem, nekünk, kívülállóknak, nézőknek, de sokkal fontosabb, hogy a diákjaiknak adnak hitet abban erősítik őket, hogy mégiscsak szép ez az élet, és a művészet az igenis fontos, mert ez az út lélektől lélekig, és ezt nekik, az ő közvetítésükkel továbbadják generációról generációra, úgyhogy én hálásan köszönöm valamennyi felkészítő pedagógus kollégának azt az áldozatos munkát. A 14 csoport egyes produkciói a Fehérvár Televízióban és annak online felületein is elérhetőek lesznek a közeljövőben. Az Előhang című beszélgetésben az érdeklődők megismerhették a Vörösmarty Színház új darabja, a Jeruzsálemi király megszületésének történetét. Erdély Teréz vendégei a szerző Tóth Benedek és a dramaturg Perczel Enikő voltak. Folytatódott a Vörösmarty Színház új beszélgetés sorozata, amelyben Erdély Teréz moderálásával a színre kerülő darabok előéletét ismerhetik meg a színházbarátok. Ezúttal a Horváth Csaba rendezésében bemutatandó dráma a Jeruzsálemi király előéletéről szólt a diskurzus Tóth Benedekkel, a darab szerzőjével és Perczel Enikő dramaturggal. Valamilyen szempontból ez egy rendhagyó darab lesz, mivel erről a korról olyan nagyon, hát nyilván vannak dokumentumok, vannak ismereteink, de ezek csak így ilyen ugródeszkának szolgáltak, tehát itt egy kicsit egy más felfogásban próbáltuk megközelíteni ezt az időszakot, és a
cél az, hogy valahogy az embert, vagy az emberi oldalát megmutatni egy ilyen történelmi személyiségnek, és ez természetesen fikció, tehát hogy ezt hangsúlyozom kell már most, hogy a tények bizonyos szempontból segítséget nyújtottak, de aztán, amikor elfogytak, akkor a képzelettel kellett kiegészítenünk a történetet és a személyeket is. Annál is inkább fontos ez, hiszen mi elsősorban az aranybulláról beszélünk mindig, és most ez a jelző szerkezet már, mint a jeruzsálemi király is kimondja, hogy bizony a jeruzsálemi hadjáratról és az összes többi háborúról, amiben II. András tevékeny szerepet játszott, méltatlanul kevés szó esik. Igen, ez számomra is egy érdekes felfedezés volt egyébként, megmondom őszintén, nem vagyok történész, tehát az én ismereteim azért kimerültek a darabírás előtt a középiskolai történelem, amit ott felszedett az ember, vagy amit ott megjegyzett. És nem azt gondolom, hogy azért a nagyon mélyreható ismeretei az átlag embernek nem feltétlenül vannak erről a korszakról. Ez az 1222, ez egy könnyen megjegyezhető dátum volt, és az mindenkinek beleégett a fejébe. Az aranybulla II. András neve, de hogy alapvetően a részletek, ahogy feltárultak előttem, egy nagyon, hát számomra is nagyon tanulságos volt, tehát ami tudható, az is, az a része is. És ezek közül az egyik, ami így megfogott engem, tehát elkezdtem keresni ugye ez egy felkérésre készült darab, tehát ez nem egy saját inspiráció igazából, ilyenkor mindig az ember megpróbál felzárkózni a témához, és elkezdi kutatni a dolgokat, és nagyon érdekes tényeket találtam. Ez az egyik ugye fő motivum ebben a darabban, az a keresztes hadjárat, amit II. Andrásnak az apja ígéretét, vagy pápának tett fogadalmát kellett teljesítenie. Nem tudtak több kibúvót találni, és muszáj volt a nagy sereggel elindulniuk a Szentföldre. De hogy ez a hadjárat, nem szeretném lelőni így a poént, úgymond, de hogy ez a hadjárat azért egy rendhagyó hadjárat volt. Ez egyik ilyen erős, vagy ilyen központi motivum a darabnak. Aztán tehát nem csak, de számos ilyen nagyon izgalmas történelmi, hát ilyen tényt, vagy ilyen hát tényeket találtunk, vagy olvastam ki a szakirodalomból, ami aztán így az inspirációt is adta nekem. Nagyon fontos emellett, én azt gondolom mindenképpen, ami viszont sokkal népszerűbb a köznapi ember számára is, II. András és Gertrudis története. Igen, hát ez a másik, ami nagyon érdekes volt, ugye a Bánkbánból ismert II. András kép, vagy tehát a királynak a portréja, amit ugye Katona megrajzolt, hogy ezt is a szakirodalomból tudom, tehát magamtól ezt nem tudtam, de hogy az egy, tehát az a királyi portré, az igazából a szakértők, a történészek azt hamisnak tartják. Nem azt mondom, hogy az volt a feladat, hogy ezt a hamis András képet, ami így az emberi, a köztudatban él, ezt felülírjuk. Igazából nem helyre akartunk tenni valamit, csak ez egy, nekem egy felszabadító, hogy mondjam, tudat volt, hogy igazából, amit mondjuk a Bánkbán elhíresült Teszetosza királya, aki nem tudom, nem még bosszút se áll a feleségért, és nem tudom, és gyenge kezűnek, az alapvetően történészek egybehangzó állítása az, hogy ez nem lehetett igaz. Tehát abban a korszakban gyenge kezű uralkodó 30 évig nem kerülhetett, vagy nem maradhatott trónon. Ez volt egy másik kiindulási alapunk, amit a drámás, hát a Jeruzsálemi király című drámas írása közben szem előtt tartottunk, hogy ettől az András képtől, vagy ettől a király képtől megpróbálunk elszakadni, és megint, amit már említettem, hogy az valahogy az emberi oldalát megmutatni, tehát a gyötrődéseit, a szenvedéseit, hát a Gertrudis halálának, ugye ez utána játszódik ez a történet, itt kronológiailag, ugye hát az is egy fontos életesemény volt, amit valószínűleg sokáig hordozhatott magában, és ezekre próbáltunk így reflektálni a darabban. A darabban 1222-ben az aranybulla évében járunk. Pápai követek és bosszúszomjas német lovagok, muszlim sókereskedők és zsidó vámszedők, udvari kuruslók, ősmagyar nagyurak, szerelmes lányok és még szerelmesebb ifjak, történelemhamisításban járatos grafomániás krónikások és egyéb kétes alakok karneváli kavalkádjába érkezik haza a Szentföldről II. András. Ez egyfajta tiszteletadás II. Andrásnak, az aranybullának és Székesfehérvárnak. Másrészt meg egy nagyon izgalmas
gondolkodás előzte meg a munkát, hogy a Bánkbánon túllépve, ugye ami egy másik, második András mutatott meg, meg nyilván egy másik korszakot, tehát ugye az első feleséget, Gertrudis korszakát, hogy mi lehet az érdekes az aranybullát megelőző évekből, aminek köszönhető, hogy ez a csodálatos törvénycsomag megszületett. És így jutottunk arra az elhatározásra, hogy a Szentföldi hadjárat kezdetére helyezzük a cselekmény kiindulópontját, és onnan jutunk el a 1222. április 24-éig, az aranybulla kihirdetéséig, ami Székesfehérváron történt. Dramaturgként rendkívül fontos feladatod van ebben a darabban is. Megerősítést jelent, hogy egy kicsit másként, de ugyanúgy hitelesen tudjátok bemutatni? Igen, Tóth Benedek írót kérte fel a színház, illetve a rendező Horváth Csaba ennek a műnek a megírására, és nekem van egy régész professzor nénéném, aki szerintem a leghíresebb régész az országban, dr. Walter Ilona, és ő Zsoldos Attila könyvét ajánlotta, aki ugye a 800 év évforduló kapcsán egy fantasztikus könyvet jelentetett meg az aranybulláról, ahol ő egy egészen második Andrásnak a képét vázolja fel. Ő ugye abból indult ki, abból az analógiából, hogyha egy uralkodó 30-35 évig tudott uralkodni a 13. században, akkor az nem lehetett egy gyengekezű uralkodó, hanem az egy fantasztikus, nagy, keménykezű reformer uralkodó volt. És ezt a könyvet böngésztük át, kijegyzeteltük, felkészültünk a korból, és a munka az első fázisában az volt a leglényegesebb, hogy kiválasszuk azokat a lehetséges szereplőket, akik tudják reprezentálni annak a kornak a milliójét. Tehát, hogy van benne egy zsidó szereplőnk, egy izmaelita szereplőnk, van benne katonai hadvezér, van benne egy érsek, van benne ugye a második felesége, második Andrásnak, és nyilván mindazokat a motivumokat és életrajzi adalékokat, amiket a Bánkbánból már jól ismertünk. Tehát ez volt a legfontosabb az elején, hogy a fontos, reprezentatív szereplőket kiválasszuk. A nagy érdeklődéssel várt premierre április 14-én kerül sor. A 11. alkalommal rendezte meg szólótánc versenyét az Alba Régia Táncegyesület. A Mezőföld versenyen idén 4 korosztályban 95 táncos mutatta meg elkötelezettségét a népi kultúra iránt. Ebben az esztendőben is Székesfehérvár adott otthont a Mezőföld virágai szóló táncversenynek. A Malom utcai táncházba az ország szinte minden térségéből érkeztek táncosok, illetve határon túli szólisták is megmérettettek, Adonytól Zalaegerszegig, Marosvásárhelytől Pozsonyig. Az Alba Régia Táncegyesület idén nem írt ki kötelező táncanyagot, a jelentkezők a magyar nyelvterület bármely dialektusából választhattak, ugyanakkor Majoros Andor, az egyesület művészeti menedzsere elmondta, szívüknek tetsző lenne, ha minél több mezőföldi táncot láthatnának. Ez már a 11. alkalom, és a tavaly előtti évekhez képest, amikor ilyen 50 produkció, mint egy 80-85 versenyző jelenik meg az országból, most ez megduplázódott, tehát még valószínű, hogy nézők a csilláron is fognak lógni, de hál' Isten szinte mindenki megérkezett, és így mondhatom, hogy 95 produkció kerül ma megmérettetésre gyerek, ifjúsági és felnőtt korosztályban. Ugye a felhívásban olvastuk, hogy szívesen vennétek, hogy a mezőföldi táncok is szerepeljenek a műsorban. Így lesz ez, miként gondolod? Igen, hát egy kis hazai, ugye a név kötelez, Mezőföld virágai, mi itt Alba Régia Táncműhely vagyunk az országos képviselői Pesovár Ferenc örökségének, és a jelentkezések alapján örömmel mondhatom, hogy nagyon sok páros, illetve szóló kategória a mezőföldi táncokat választotta.
Az szintén megerősítést jelent, hogy határainkon túlról is érkeznek táncosok? Igen, a Hajnal Tánc Együttes Nagymegyerről már azt hiszem harmadik éve visszatérő vendégünk, és mindenki, aki tényleg az ország különböző része, hogy a Zalaegerszeg, Szegvár, Szentes, Felvidék, azért jönnek ide, mert ez egy igazán családias légkörű rendezvény. A versenyszámokat két tagú szakmai grémium értékelte, Tóth Judit néptáncpedagógus, örökös aranygyöngyös táncos, az Urbán Verbunk junior művészeti vezetője kiemelte azt a felelősséget, amely a népi kultúra megőrzését szolgálja egy ilyen találkozóval. Nagyon nagy felelősség, már pedig azért is, mert hogy mindenki, ahogy felsorolni is tetszett, pedagógusok és gyerekek, és mi az értékelő, úgymond zsűribizottság is, azt gondolom, hogy a legjobb tudásunkat hozzuk ide. A gyerkőcök a tánctudásukat, a pedagógusok azt a felkészítő hatalmas munkát, amivel idáig eljutatják ezeket a gyerekeket. Táncosként, illetve hát nyilván zsűritagként is kérdezem, hogy mi a véleménye, hol tart ma a magyar néptánc kultúra, általában a népi kultúra, megvan-e a helyén? Én azt gondolom, hogy egy nagyon kedvező, egy nagyon virágzó, egy új önmagának értelmet nyerő közegben van most, azt gondolom, hogy a népi kultúra. Hál' Istennek ehhez társul azért egy erőteljes állami támogatás is. Például egy nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy kiemelendő program a Csóri Sándor Alap, ami igazából az utóbbi 2-3 évben nagyon-nagyon erős szinten, és nagyon termékenyen támogatta a magyarországi népművészetet. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület szakmai támogatásával megvalósuló verseny elsődleges célja a korosztályok találkozása és a különböző táncműhelyek, legyen az művészeti iskola keretében működő, avagy más amatőr közösséghez tartozó bemutatkozási lehetősége, hogy a táncosok felmérjék, hol is tartanak, milyen színvonalat képviselnek, hangsúlyozta Szarka Zsolt néptáncpedagógus, koreográfus, örökös aranysarkantyús táncos, a Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttes művészeti vezetője. Több szempont szerint próbáljuk vizsgálni az idejékező táncosokat, folklorisztikai hitelesség, előadói készség, színvonal, énekzenei illeszkedés, teljesítmény, illetve hát impressziók által benyomást szerezni a magával a produkció. Ez a talán legfontosabb, hogy igazából szólista, és nem elégesen még arra is figyelni fogunk, hogy milyen viseletben vannak a versenyzők. Elismert és ismert táncosként mi a véleménye arról, hol tart ma a magyar népi kultúra? Hát ezért egy ilyen rövid interjúból nehéz lenne megválaszolni. Nagyon örülök annak, hogy a Covid utáni kirobbant, így talán úgy lehet fogalmazni, egész országszerte, Kárpát-medence szerte a néptánc kultúra, és az mindenféle szinten. Itt például önöknél, itt most a Mezőföld Virágmánynál, ugye mind négy korcsoport, tehát itt rengeteg versenyző lesz, ami egyrésztől azért is jó, mert hát van kiből válogatni, van utánpótlás, megvan a bázisa ennek a nagyszerű hagyománynak, és ez mindenképpen örvendetes ezt látni, hogy ennyire szétterjedt. Ugye nem csak itt van ilyen régiós táncverseny, vagy országos, hanem az ország rengeteg helyén is, tehát én magam is most voltam a Szexárdon zsűrizni, ott is rendkívül magas színvonalú fesztiválon vettem részt. A versenyen a résztvevők Mezőföld Virága szóló táncosi díjakat vehettek át, külön elismerést kaptak a legjobb mezőföldi előadók, de egyéb külön díjakat is kiosztott a zsűri. Váci Márk moderálásával folytatódott a Vörösmarty Társaság íróasztal program sorozata, a vendégek Smölcz Margit és P. Horváth Tamás írók voltak. Folytatódott a Vörösmarty Társaság íróasztal című portrébeszélgetés sorozata. Váci Márk a társaság alelnöke ezúttal két kiváló írót invitált meg Székesfehérvárra. Smölcz Margit a székesfehérvári gyökerekkel is rendelkező regényíró, illetve P. Horváth Tamás a pécsi illetőségű író új műveit ismerhette meg a közönség. Mindketten regényírók, elsősorban történelmi regényírók, de más műfajokkal is természetesen foglalkoznak. Mindkettejük számára nagyon fontos az a város, ahol élnek, Esztergom, illetve Pécs, és hát Margit, ráadásul székesfehérvári kötődésű is nem kis részben, ezért is gondoltam, hogy mindenképpen érdemes őt meghívni egyik vendégként. Mindketten lokálpatrióták, érdeklődnek a városok történelme iránt, és a városok történelmének egy-egy olyan szeletét, illetve olyan szereteit mutatják meg,
amelyeket talán a nagy közönség is kevésbé ismer, illetve olyan megtörtént eseményeket dolgoznak fel ezekben a műveikben, amelyekkel ugyan a szakirodalom már korábban foglalkozott, illetve foglalkozik ma is, de egy történelmi regény keretei között sokkal olvasmányosabb és izgalmasabb formában megjeleníthetők ezek az események. Schmölz Margit a tudomány és művelődés történet, ezen belül is az orvos történet különös útjaira tereli szövegeit, a női lét alapkérdéseit mutatja meg a medicina históriájával, a kultúrtörténet érdekességeivel fűszerezve. Történeteiben a történelmi tények jelentik a kapaszkodót, a köréjük szőtt fikcióban a női gondolkodásmód, világlátás kerül előtérbe. Székesfehérváron nőttem föl, itt jártam középiskolában, a Vasvári Pál gimnáziumban, és aztán amikor főiskolás lettem és művelődéstörténettel kezdtem foglalkozni, akkor nem volt kérdés, hogy Székesfehérvár helytörténete lesz az az alap, amelyenél elindulok, és így írtam meg Székesfehérvár orvoslásának a történetét, majd ebből indult ki az a regény, amely végül az első szépirodalmi művem lett, és Kőkövön címmel kapható. P. Horváth Tamás évtizedek óta a pécsi irodalmi élet és művészeti szcéna fajsúlyos szereplője. A Zsolnay Miklós ért titkos életéről szóló könyvében a régi eltűnt, vagy ma már csak nyomokban létező Pécs elevenedik meg prózai hitelességgel és kivételes stílusban. Hát nagyon örültem, hogy Székesfehérvárra hívnak, hiszen nagyon rég voltam már itt, talán még gyerekkoromban, de emlékeztem a városra, most körüljártam egy kicsit. Az a Zsolnay trilógia, amit elkövettem, ez az alapja a modern Magyarországnak, a Zsolnay szellemiség és a Zsolnay családnak a kitartása, akarata és hazaszeretete, mondjuk így. Ez példa lehet a mostaniaknak is. Ez a család azt hiszem, hogy nem csak Pécset, hanem szerte a világban ismert. Mi az, amit pluszban adtak ők nekünk? Mi az, amit átörökíthető a 21. századra is? Hát, hogy talán az, hogy most írtam egy hosszabb előadást, és annak az lett a konklúziója, hogy a szabadság és a szépségnek a szeretete. Nem csak a profit kell egy gyárosnak az életében, hanem vagy magasabb cél, és náluknál úgy találtam, vagy a kutatások arra vezettek, hogy ez a kettő maradt, a szabadság és a szépség szeretete. A hangulatos diskurzusban az irodalombarátok ismét szembesülhettek az alkotó ember indítatásaival, annak megteremtésével, hogy mikor lesz regény a magkezdeményből, miként válik az ötlet gondoskodó tisztelettel megfogalmazott alkotássá. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.